Szervusztok! Szeretettel és tiszteltel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon. Igen kitűnő bevezetőt hallhattunk Gyurito. Nagyon sok irányzatban, iskolában, aki a legtöbbet tudja, azt szólal meg. Az ember, aki kevesebbet tud, de többet átél, inkább azt szólaljon meg. Milyen az az állapot, amikor nincs sem sötét, sem világos? Milyen az az állapot, amikor nincs sem én, sem nem én? És visszatérsz ehhez a nem tudomhoz, a nem tudhatóhoz, és akkor tényleg meghalod a madarakat. De mennyi feszültség kell ahhoz, hogy egyszer tényleg békében akarj lenni, ez az utolsó nagy feszültség. Aztán békében légy, és merj megmaradni benne. Hogy ez mekkora kérdés, ezt onnan tudod, hogy ha most te minden elképzelhető célodat egyetlen pillanatban elérnéd, mi lenne veled? Mit tennél magaddal? Mit tennél ezzel a Földdel, az emberiséggel? Mert ebben a pillanatban minden célod teljesült. És hogyha te mélyen belül erre sziklaszilárd választ tudsz adni, az meglepne. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor az állandó küzdelemnek egyszer csak vége van. Mert akkor, ahogy Madács Imre meglátta, lehet, hogy az élet célja maga is elvész. Az ember tragédiája, hogy békét, biztonságot, nyugalmat akar, de közön folyamatosan küzd, és újabb és újabb álmokat, illúziókat tesz maga elé, csak hogy küzdhessen, és a küzdelemmel bizonyíthassa a létét, a létének az okát, értelmét, és hogyha egyszer ettől megfosztják, akkor dühödik fel a legjobban. Amikor viszont te éred el a céljaidat, akkor nincs kire dühös lenni, hiszen boldognak kéne lenned. És körülnéz, valami nem jó. Tehát nem tudunk magunktól elvonatkoztatni. Nagyon kevesen mondják azt, hogy igen, ha elértem a céljaimat, akkor átadom azokat másnak. Neki is legyen. Ha már sikerült valamilyen harmonikus, nyugodt, kiegyensúlyozott létállapotot elérni, akkor miért ne legyen ez másnak is? talán akkor tudnánk az energiáinkat befelé fordítani, és megmaradni abban, ami még nem élet és nem halál. Megmaradni abban, ami az emberen túl van, de nagyon is bennünk van. Megmaradni abban, ami a kiindulás és a cél egyszerre. És megmaradni abban az állapotban, ami nem út. Imádunk úton járni. Imádunk árokba borulni, imádunk kicsúszni a kanyarban, hatalmasakat pördülni a jármi hoztengelyek körül, baleseteket szenvedni, másokat kihúzni a balesetekből. Így van esemény. Valójában az emberiség imád élni és halni. És ezen belül minden egyebet, ami az életnek és a halálnak a része lehet. Ezt a tan a szenvedéshez való ragaszkodásnak mondja. És az igazi kérdés, hogy mikor elég? Tehát mikor lesz ebből elég? És a válasz az, hogy a közel 8 milliárd főnek itt nagyrészt nem elég. Nem elég. Még több kell. Mindenből. Még több látás, még több hallás, még több olvasás, még több gondolkodás, még több érzés, még több cselekvés, még több beszéd, még több erőforrás, még több lakás, még több jármű, esetleg még több templom. Azért, hogy legyen mindezt hol kipihenni, ugye? Utána pedig visszamész a nagybetűsbe, és csinálod megújult erővel ugyanazt, mint eddig. Igen. Ahogy látom, egyesek reakcióin, tényleg nevetséges, abszurd és érthetetlen. De valójában mink, emberek ezekből az abszurditásokból, paradoxonokból és érthetetlenségből vagyunk összerakva. Néha egy-egy aprócska folt az, amit úgy értünk magunkból meg a másikból, de egyébként ez itt megállt, és imádunk a feszültségben a paradoxonok együtt hatásában lenni. A kérdés az, hogy ez mikor válik ön és közveszélyessé. Van olyan arrogancia, amikor már annyira jobban tudod, amikor már tényleg te vagy a világ legokosabbja, hogy az ön és közveszélyes lesz, és ez mutatkozik az adott illető működésén is. Veszélybe sodor másokat és magát. A biztonságtól kezdve a sima életvitelig, mert mindig jobban tudja. Tehát mi az, ami elégséges tudás, ami mondjuk a tapasztalattal megegyezik? Milyen az a beszéd, amely el is tud hallgatni? Hát a bevezető végén ezt nagyon jól hallottuk, hogy mi az, amikor kibírjuk a csendet. Általában nem a hangsúlyos és jelentéssel bíró mondatok alatt kezdünk el feszengeni. Akkor kezdünk el feszengeni, amikor látszólag nem történik semmi. Kibírtad azt a bevezető végén, abban a nagyon hosszúnak tűnő két percben, hogy látszólag nem történt semmi, pedig rengeteg minden történt. Nem, elkezdtünk vicceregni. Most mi lesz? Megszólal? Vagy csak mosolyog? Felemel egy virágot, mint Budha? Válaszol egy mosolyal, mint mahákás és történik valami, ami eddig nem. Olyanok vagyunk, mint a gyerekek csak közben felnőttünk, és belül föl kéne nőni. És ehhez segít hozzá a zen. Kinek van kérdése? Mit jelent az, hogyha egy ember pszichopata, és hogyha egy ilyen ember nem képes az együttérzésre, akkor ő hogyan tud fejlődni? Kitűnő a kérdés. Nézd meg a régi klasszikus görög nyelvet, a psziché az a lélek. A pátosz az a szenvedély, a szenvedély tüze. Tehát amikor a szenvedély tüzéhez ragaszkodik az ember, akkor annyira önközpontú lesz, hogy meg tud tőle betegedni. És ezért az orvosi nyelven a patológikus tünet az már betegség. Tehát a szenvedélyhez való ragaszkodás át tud menni olyan önzésbe, hogy képtelen vagyok az együttérzésre egy másik ember felé mert annyira önző leszek azért, hogy én azt érezhessem, gondolhassam, beszélhessem, tapasztalhassam. Tehát a tapasztalat tüzében való égés az betegségé tud erjedni. A zen azért üríti ki az elmét, és tapasztaljuk ezt a teret, időt ebben a pillanatban gondolkodás nélkül, hogy ennek az ellenkezője valósuljon meg. Tehát a szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mintől megszabadulok. Ez a négy bóthiszatva fogadalom egyike. És olyan miért teszem ezt? Mert hogyha ezt nem tenném, akkor csak az számítana, hogy én mit gondolok, mit érzek, mit mondok, mit teszek, mit látok, mit hallok, és a többi nem lennék képes arra, hogy felfogjam a másik ember rezdüléseit, érzelmeit, gondolatait. Egy pszichopata valójában csak magát hallja, a másikból pedig azt, ami ezt kiszolgálja, semmi több. Tehát egy beteg lélek az a lezárt, elszigetelt, másokkal kommunikálni képtelen, másokhoz kapcsolódni képtelen elme. Egy olyan lélek, amelyik azt hiszi, hogy csak ő van, csak ő számít, csak ő a fontos, az ő érzékelése és az ő tapasztalása. Ezért a zen kiüríti ezt a tapasztalást, hogy te abban, mint önkép ne létezz. És akkor válsz egy -e a világgal. Tehát az énhez köthető összes betegség és szenvedély az nem úgy szüntethető meg, hogy minden egyes darabra kapsz valamilyen gyógyszert valamilyen gyárból. Nem. Ott a gyökerét kell kihúzni a fának, azt az énséget, azt az önképet, amelyik patológikus, beteg módon csak magát teszi előtérbe. És a pszichopátia az mindig valamilyen önközpontussággal indul, rengeteg dac reakcióval dűvel folytatódik, és egy olyan többszörös réteggel lezárt belső világban kulminál, ahonnan csak kilőni tud. Tehát ilyen elképesztő feszültség halmozódik föl a lélekben, és onnan finoman a másikat is tekintetbe véve nem tud megnyilvánulni. Óriási szélsőségekben tud csak. Tehát az együttérzés gyakorlása az mind gyógyszer, mind pedig eredmény. Hogyha valakit együttérzésre kényszerít a helyzet, mert egy másik ember nem tudja, csak a helyzet, lát egy beteg állatot, lát egy szükséget szenvedő embert, akkor ez ki tudja nyitni a lelkét úgy, hogy a saját szenvedélye, a pátosza abban a pillanatban kevésbé lesz fontos, mint annak az állatnak az élete, vagy a vele szembenülő embernek a jóléte. És akkor elkezd az elképesztő önközpontúság alább hagyni. nem csak a klinikai esetek, vagy a pszichiáterek által annak minősített esetek betegek. Nagyon sok olyan beteg ember van, aki egyébként a társadalomban nagyon jól funkcionál, sőt sikeresek. De a lelkük beteg. A lelkük elképesztően önző. Csak ők a fontosak. Az európai filozófia nagy alakja és részben megújítója volt Friedrich Nietzsche, aki Hát ha mindaddig, amíg nem érkezett el az a kritikus pillanat, senki nem tudta, hogy mennyire csak a saját világában van, hiszen a saját nézeteivel elég mélyen azonosult. Tehát amikor csak az emberebb emberről, meg Zaratusztráról, meg a nagy vándorlásról beszélünk, és közben élünk egy városban, nagy nagyrészt egyedül, mint filozófus, akkor az önkép és a valós helyzet eléggé elkülönül. És minden jobban erőltetjük ezt az önképet, és nem valósul meg, nem járjuk végig az utat, annál elszigeteltebb. És akkor egyszer csak eljön a nap, amikor átmegy az úton, és látja, hogy egy kocsis kegyetlenül csépeli a két lovát. Véresre veri őket az ostorral. És akkor egyszer csak Nicsében átfordult valami, és zokogva borult a lovak nyakába, hogy védje őket az ütésektől. És addig évtizedeken át ilyet nem tett. Még kisebb mértékben sem. Akkor mindaz, ami benne, mint önkép és világkép felhalmozódott, az egy csapásra szakadt szét darabokra, és megbomlott az elméje. és az életének az utolsó pár évét már elég nehezen gondolkodva élt el. A pátosz túl sok volt. Túl sok volt a gondolatba rakott szenvedély. És amikor hirtelen az együttérzés áttöri a gátakat, akkor elmegy az az önkép, amitől te magadat egy épelméjű normális embernek tudod. Az ember ezt a határt fokozatosan bontjuk le. Hogyha ezt nem tennénk fokozatosan a meditáció segítségével, akkor az élet adná a pofonokat. Itt a válság ebben a gyönyörű, harmonikus környezetben tervezett válság. Ez a tervezett válság a koan interjú. Tehát oda bemész és nem tudod. Addig kérdezlek, amíg tudod. És az utolsó kérdés az, amikor már nem tudod. Fordítva, amikor nem tudod, az az utolsó kérdés. Aztán bejössz ide, és a nem tudom kopogtatja a sejtfalat belül. És amikor változol, amikor a karmád áthelyeződik, csökken, elmúlik, akkor abból a nem tudomból látás lesz. És meglátod a választ. Az énednek az a része már megváltozott, aminek meg kellett ahhoz, hogy azt a koan kérdést megválaszold. Bejössz, és boldog vagy, mert a tanító azt mondta, igen, helyes. Akkor következő. Tehát ezt a falat, ezt tégláról téglára bontjuk. Ha egyszerre törné át valami válság, akkor nagyon kevesen úsznánk meg. Ezért szoktunk a padlóra kerülni. Pár évente, vagy pár évtized elteltével, amikor már az, amit te hiszel magadról, a másikról, a családodról, nem tartható. És akkor a saját felhalmozott karmánk, szenvedélyünk, téves nézeteink, amik addig az energiát adták, azok egy kritikus tömeg fölött összezúznak minket. Úgyhogy ezért kell a szenvedéllyel vigyázni, hogy mennyire azonosul velük a lélek. És itt ezt az azonosulást mi megszüntetjük. Szándékosan, akarattal, mindenki saját elhatározásából. Azért vagy itt, hogy letisztulj. Ezt vállaltad. És elsősorban nem magadért, hanem másokért. Úgyhogy így függ össze a patetikus viselkedés, a pszichopátia és az együttérzés. Következő kérdés. Hogy nevezik azt az embert, aki megszabadult minden karmájától? Lehetetlennek. Ugyanis még itt van testben, tehát valami még csak ketyeg, tehát megszabadult minden karmájától, ezt ő bejelentette, nagyszerű, akkor a következő pár napban ne egyen, szóljon, ha éhes, mert ez egy újabb karma, akkor megjelent. Tehát az ok és okozat működése az világos. A legnagyobb betegség az, amikor valaki azt mondja, hogy én megszabadultam. Miért? Mert pont ez az én nem képes a megszabadulást elérni. Tehát, hogyha valójában látjuk, hogy milyen mélyen kapcsolatban vagyunk egymással, akkor eszünkbe juthat az, amit őszentség a Dalai Láma mondott, amíg az utolsó érző lény is meg nem szabadult a szamszárából, addig szülesek én újra megszabadítani őt. Tehát te így, elszigetelt kis egyénként nem tudsz megszabadulni. El tudsz érni egy olyan állapotot, amikor már képes vagy mások megszabadítására is, tehát relatíve elértél valamit, amely már mások segítségére lehet. Ilyen van de az, hogy te a nagyot, a teljeset, a felhőtelent, a nirvánát, az egyebet elérted, mindaddig, amíg még pár milliárdan itt dagonyázunk ebben a tengerben, a szenvedés óceánjában, koreul gohwe, addig ez nincs. Addig az illető valamit nagyon nem jól látott. És ezért van dolgunk. Ugyanis olyan mélyen összetartozunk és egy mezőt alkotunk, mint emberiség, hogy amíg ezt nem pucoljuk le rendesen, addig érdemben nem változik semmi. Az elmúlt három ezer évben hány nagy tanítót ismertünk? Fantasztikusak voltak, de úgy két kezemben meg tudom számolni, hányan számítottak igazán. Mert ők alkottak paradigmákat, vagy újítottak meg paradigmákat úgy, hogy emlékszünk rájuk. Mi itt akármit is érsz el a következő években és évtizedekben, a darma napszámosai vagyunk. És én kívánom, hogy érj el minél magasabb minőséget, hogy ide ülhess, és tedd azt, amit én most teszek. De akkor is a darma napszámosai vagyunk, mert nem hoztunk létre egy új hagyományt, mert nem kellett. Szungszánzen mester a 20. század négy élő buthájának az egyike, éppen eléggé megújította a koreai buddhizmus paradigmáit ahhoz, hogy nekünk az újdonságot, egyben hagyományhűséget, utat, tanítást kínáljon. És ő sem talált föl semmi újat. Csak ami már létezett, azt a törvényt olyan tisztán, olyan frissen, olyan módszerrel közvetítette, hogy ez nekünk bőven elég. amikor megkérdezték őt, Mester, amikor meghal, hová megy? Azt mondta, én a pokolba. Na de mester, mester, hát maga megvilágosodott, hát maga nem megy a pokolba. Azt mondja, de, 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 én megyek. De miért? Azért, hogy zenközpontot nyissak. Na ennyit a megszabadulásról, jó? Egyéb kérdés? És mi van azokkal, akik visszatérnek segíteni, ők ugyanúgy ki vannak téve továbbra is a karma, karmák beszerzésének. Igen, de már mint profi beszerzők. Tehát ha te beszerző vagy, akkor tudod a forrást, tudod a célt, ott van a jármű, a szállítólevél, a számlatömb, minden ott van, és nem az van, hogy a karma rád szakad. De most gondold el, bemennél egy bódba, és ott rád a polcok. Hát az szabálytalan. Na bemész és azt mondja, na ezt kérem, ezt kérem, ezt kérem, ezt kérem, és akkor otthon összerakod mondjuk a vízőzetékrendszert, és mindenkinek van víz. Hogy az alkatrészekből összerakod a villanyhálózatot, és akkor van fény. Tehát a karmát tudatosan, nem önközpontúan használni, az már egy világnyi különbség ahhoz képest, hogy teljesen vakon, kapzsin, dühösen, látszólagos sorsod van, és ezért te perlekedsz és panaszkodsz. Ez is karma, Na de milyen szinten? Ugye? Hát nem mindegy. Tehát aki tényleg halad az úton, annak előbb-utóbb a karmával semmi baja nincs. Hogyha te használod, és nem a karma használ téged, akkor rendben van. Úgyhogy igen, visszatérünk, és tudatosan nem, hogy karmát szerzünk be, hanem megyünk ért, hogy én ezt szeretném, én ezt a tanítót szeretném, meghajlok előtte. Én ezt a hagyományt szeretném, vele én, én ezen az úton szeretnék járni, egy kis önfeladás azért csak jó hozzá. És akkor megy. De nem az, hogy Úristen, karma, 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 mi lesz velem? Édes lelkem, megszülettél, fogd föl, benne vagy a kis testedben. Az azt jelenti, hogy élsz. És karmád van, mert teszed, gondolod, beszéled, érzed, látod, hallod. Ez mind karma, de a hozzávaló viszony az ott kezdődik, hogy te hogy viszonyolsz egy kicsit magadhoz. A másikhoz, meg a világhoz. Mennyire tudsz fölébredni például? Nem mindegy. A tanácsodat szeretném kérni. Nekem van egy négy éves csodálatos kislányom, aki a mai napig nem alszik az éjszakák nagy többségében teljesen nyugodtan, és nagyon sok esetben előfordul, hogy felfelsír, amiknek felsírásoknak egy része, nem csak ez a kis nyugtalanság, amiben könnyen megvigasztalható, hanem egy ilyen nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan, hatatlan, mélyről jövő nyugtalanság, remegni szokott, tehát tényleg egy ilyen erős nyugtalanság ö, vesz ö, rajta, ö, vagy lesz rajta úrrá. És ö, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz teher neki is, és, és, nekünk is ö, szüleinek. És nagyon szeretnék ö, ö, segíteni, de egy, egyelőre nem. nem Mitől amit csinál... nyugtalanak is lelke? Nem tudom. Ő tudja? Mert négy évesen nem szokták tudni, csak szenvedni nem. tőle. Igen, nem, nem tudja. Volt már különben, hogy, hogy kérdeztem a nyugtalansága közben. És? Van, amikor mondja, hogy rossz a támadót, van egész különös, amikor szinte tényleg meg tudja magyarázni, hogy ő beleesik egy gödörbe, és nem tudjuk onnan kiszedni. Teh, tehát van, amikor már így tudja verbalizálni, de. Okay. Nézd, ilyenkor két dolog szokott, Megtörténni, néha egyszerre, néha külön-külön, vagy csak az egyik, csak a másik. Azt kell látni, hogy amikor felvesszük a testet, akkor a lélek a tárháztudat és a megkülönböztető tudat segítségével megtalálja azt a helyet, időt és szülőpárt, ahova ő lejön. Ehhez kapcsolódik a karmája, ehhez a helyhez. Időhöz, emberi környezethez. És ahogy fejlődik, főleg a születésétől számított hetedik évig, ebből a tárháztudatból, ami a tudattalanunk, megmutatkoznak olyan tartalmak, amelyeket előző életeiből hozott ide. És ahogy a környezet stímulusai vagy serkentő ingerhatásai nyitják ki a tudatát, ezek beindítják a tárház tudatban azokat az emlékeket, amelyekhez közvetlen köze a környezetnek nincs, hiszen nem ti csináltátok, nem ti oltottátok belé, nem általatok jött a gyerekben ez létre, de itt kijön. Itt mutatkozik meg. Tehát ilyenkor kell a lehető legnagyobb együttérzéssel egyrészt tényleg kérdezni, hogy mit látsz. Most mit látsz? Mit hallasz? És eleinte az álomban van eleinte a tárház tudatban van, és jelentést tesz arról, amit a kis teste alig tud elviselni. Ez a pici hétköznapi énje, az az aprócska kis személyiség, amiből nagyon nagy és felnőtt személyiség lesz, a jelenvaló tudat annyira gyönge, hogy ezeket a lélektartalmakat alig tudja kezelni. ezek a karmák még bőven erősebbek, mint ő. De ő hordozza. Most képzeld el, hogy neked egy 60 kilós hátizsákkal kéne mendegélni egy rögös köves úton, mindig felbuknál. Tehát ő a jelenlétét nem tudja itt tartani a pillanatban, mert beszippantja a karmája. És ilyenkor az első az, hogy mondja el, hogy most mit él át. Mert a verbalizálás az, hogy megfogalmazza hatos tudat, az már elkezdi távolítani az élménytől, még nem szakítja le róla, de ha beszél róla, akkor már egyfajta leválasztódás kialakul. Ezért nagyon komoly terápiás eszköz az, hogy beszél a kliens. Igen, ám csak ezzel még nem oldottuk meg a helyzetet, csak kezelhetővé tettük. És amikor elkezdte mondani, és egy kicsit megnyugszik abban, hogy valaki hallgatja, te vagy a fix pont, a szülők a hatalmas fix pont. Akkor a kicsi világa elkezd megnyugodni, mert végre kapcsolatban vagyok anyuval, apuval, és mondhatom, és ő meghallgat. Ez az első. A másik, hogy mindenféle elemzés, magyarázat és kategorizálás nélkül, és ami a legfontosabb, ítéletalkotás és minősítés nélkül visszahozod a gyereket a pillanatba, hogy most megfogom a kezedet, érzed? Most csivitelnek a madarak. Hallod? Most így áll egy kis vizet, én is iszom veled. Tehát valami hasonlót kell tenni, hogy az érzékszervek segítségével jöjjön vissza ebbe a pillanatba. És erre őt meg tudod tanítani. Tehát a szellemi önállóságot azt bármikor az adott kornak és karmának megfelelően lehet tanítani. És kell is. Ez nem azt jelenti, hogy nem rohansz be ezredszerre, hogyha szegényke felsírálmában. De újra és újra bejáratni ezt az utat, és egyre rövidebb sugarú körökben, hogy jöjjön vissza a jelenbe, jöjjön vissza ebbe a pillanatba, és ha látja ezt, akkor ne azonosuljon vele. Ezt most felnőtt módon mondom, de a gyereknek gyerek módon mondjad. Úgyhogy ezzel szerintem nem lesz gond. A másik, amit a válaszom elején említettem, hogy nem a személyes tárháztudatból, hanem a nagyobbból dolgozik, és ez azt jelenti, hogy lát olyan lényeket, akik nem inkarnálódtak. És el is mondja, hogy miket lát, meg kiket. És ezt ugyanolyan együttérzéssel kell fogadni, mintha a saját személyes tudattalanyának a korábbi élményeit mondaná el. Ugyanis számára ezek a frekvenciák még élőek, ugyanúgy lát téged, mint mondjuk egy testetlent. És innentől kezdve az a dolga, hogy meg tudja különböztetni az érzékszervit és az érzékszerv fölöttit. De ez a transzcendens tanításnak a gyökere, hogy ezt most látod a szemeddel, a másikat csak érzékeled a lelkeddel, és nem tagadom vagy állítom, hogy az egyik valós, a másik illúzió. Neki mindegyik valós. Valójában mindegyik illúzió. Szóval innentől kezdve, hogyha a gyerek megtanul úgy bízni benned, hogy te azt tudod, és nem nála jobban tudod, csak biztosabban tudod, akkor ami a legfontosabb, hogy a szülő és gyerek közti kapcsolat az egy olyan elképesztő, Mélységet, tisztaságot, stabilitást ér el, hogy ő mindig bízni fog benned. És mire a legérzékenyebbek a gyerekek, egyébként a felnőttek is, a minősítésen keresztül ítéletalkotásra. Hányszor hallod ezt, hogy a szülők leminősítik a gyereket egyszer, mert nem értik? Nem magyarázkodják. Azt rosszul tudod. Az nem úgy van. Most be a szemedet és te szólj hozzám. Érted, ilyenek? Tehát ezek. Ezek nagyon romboló mondatok. Miért? Mert hát a szülő maga se tudja, hogy mit kezdjen ezzel. Össze szóval magában kellett volna ezt föloldani, és utána tudja a gyerekben. Erre szoktam mondani, hogy vagy a belső kisbudha, vagy a külső kis butha, de valamelyik tanítani fog. És emlékeztet arra a házi feladatra, amit nem végeztél el. És megtalálja pontosan azt az oldalt a könyvben, amit te soha nem olvastál el az életkönyvében. Átlapoztad, valami más csináltál. Úgyhogy ez a kettő lehetséges, hogy a személyes tudattalan, de az életekre szépen visszamegy, vagy a kozmikus rész, nem csak az emberi, hanem a más birodalmak, ezért olyan elképesztően nagy barátok az állatokkal. Megfigyelted, hogy az állatok mit éreznek a gyerekben? Teljesen más, mint a felnőttben. Mert ez a gondolkodás, a szokás és hétköznapi egoitás még nem fejlődött ki bennük. Tehát ahhoz egy nagyon-nagyon durva ragadozó kell, hogy egy gyereket károsítson egy felnőttbe simán belemegy, mert érzi a felnőttnek az összes ösztönét. De az, hogy egy gyerek, hát elképesztő, hogy például komoly, őrző, védő kutyák mit tudnak a gyerekekkel a szó legpozitívabb értelmében tenni, és oda a felnőtt, és szétharapnák abban a pillanatban. A gyerek szent és háboríthatatlan. Úgyhogy ezért, mert az ő tudatuk még teljesen más. És ezt kell meglátni benne, és a helyére tenni úgy, hogy ő a jelenben legyen, a pillanatban legyen, tiszta tudattal legyen, és nem tagadjuk azt, amit ő lát. Csak most éppen nem azzal foglalkozunk. De amikor visszajön, nyugodtan beszéljen róla. Hát van olyan, hogy ö, olyasféle barátai vannak a gyereknek, aki nem emberi testben van. És mondja is. Tehát ezért is szokták így jó rosszul mondani a felnőttek, hogy az angyalok is védik a gyerekeket. Egyébként igen. És néhány gyerek látja is. Jó? Úgyhogy ebben az irányban, és uh, tudom, hogy rengeteg türelem és energia kell hozzá, de ha erre nincs, akkor mire van? Jó? Nem tudok megszabadulni a megfelelés kényszertől. A kényszertől szabadulj meg, de a megfeleléstől ne. Megfelelni nagyon fontos a közlekedési lámpadót jelzéseire, te legyél szíves helyesen cselekedni a szabályok betartásával. Ez a szabályoknak való megfelelés. Emberi szabályok kicsikét bonyolultabbak, mint a kressz, de ha egy kressz nyit betartanánk az emberi szabályokból, már jobban lennénk. Úgyhogy... A kényszer az, hogy ott izzadsz a piros, hogy úristen, hogy fogom sebességbe tenni? Úgy gyorsítok fel, hogy a másik nem fog rám üvölteni? Jaj, nehogy a mobilomat nézzem, mert különben lekésem a sárgát. Ez a kényszer. A megfelelés az, piros, megállok, zöld, megyek. Ez a helyes megfelelés. Valaki befogad a lelkébe, és én is őt, kapcsolódom. Valaki nem akar befogadni, nem kapcsolódom, de nincs kényszer. Nincs az, hogy muszáj. Minden áron. Ez a minden áron. Ez nagyon veszélyes. Miért? Mert akkor ki is fizeted. <laughs> Helyzet, felismerés, kapcsolat, működés. Ez a három. Ha tényleg felismered a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és működsz per együtt működsz, akkor nincs kényszer. És kölcsönös megfelelés van. Jó? Nincs jobb. Egyéb kérdés? Mi a véleményed az online világról? Megmondom, miért kérdezem, ez a Facebook, Twitter és egyéb társai. Most itt az elvonuláson az első kérés az volt, hogy tegyük le a mobilunkat. Hát én letettem, és azóta így vágyom rá, hogy keressem, olyan, mint a Drágasága György Kúrából és szeretném ezeket megszüntetni, de kicsit úgy érzem rabulejtett. Hogy kell ezekhez reagálni? Van egy mágikus pontja ezeknek az eszközöknek, ez a kikapcsoló gomb. Tehát az első, amikor te a nirvanisztikus békét és mozdulatlanságot eléred, és visszatérsz a nullák és egyek szenvedő dualizmusa elé, az ez a kikapcsoló gomb. És ezt azért kell megtenned, mert hogyha észreveszed, ez a világ használ téged, engem, mindenkit. De mennyit engedek ebből? Mennyit tudok erre úgy szánni, hogy nem csak én részesedem belőle, hanem mondjuk másoknak is tudok segíteni azzal, hogy az online világ egy részét magamra vállalom. Ha csak magunkról szól, akkor rögtön az számít, hogy hányan klikkantottak a videómra, hány követőm lett egy bizonyos platformon, Hányan láttak, néztek, kommenteltek, ahogy hallod a bevezetőben? Én például egy részleges nyírvánát értem el akkor, amikor a YouTube videók, amelyből már több száz van, kommentelhetőségét áthelyeztük a templom térbe, ami szintén egy online felület, amit viszont mi csináltunk. Én nem harcolok az online világgal, mert teljesen felesleges, megcsináljuk a magunkét, amely kapcsolatban van persze az összes többivel, de ott úgy működnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És én ezt javaslom, hogy nem tudunk nélküle élni. Hát egy olyan infrastruktúráis kényszer van, hogyha azt hiszi valaki, hogy a modern világban ilyen képernyők nélkül tud létezni, az valamit nem látott. De ha csak képernyőkkel tudunk létezni, akkor szintén nem látunk valamit. Tehát teremtsd meg azt a részét, amit te el tudsz vállalni ahol te önmagad lehetsz így digitális képalkotásban is. És azt használd ne csak magadnak, hanem mondjuk másokért. Ha így van, sokkal könnyebben ki tudod kapcsolni, amikor nincs rá szükség. De az elmének az információ függése az valami elképesztő. És van egy ilyen tudományos meghatározás, hogy az információ az az anyagnak az ötödik halmazállapota. Ezt meg kéne fordítani, mert az anyag az az információ sokadik halmazállapota. Ez azt jelenti, hogy ami információ itt belül van, az előbb-utóbb kint érzékszerű valóság lesz. Ha káosz, akkor az, ha kozmosz, akkor az. Amilyen képet formálsz magadban a különböző médiumok által, az a kép az te leszel. Azzal te azonosulni fogsz, ma nem tudod megállni. Tehát vigyázz, hogy milyen profilod van, mert az a profil az előbb-utóbb rád ég. Évekig csiszolgatod a különböző menüpontokat, és akkor előbb-utóbb elhiszed, hogy az te vagy. Vigyázzunk ezzel nagyon. Igazából egy alapkérdés, mielőtt kikapcsolod, hogy én és a telóm azonos vagy különböző. Aztán odavágod. Teló összetört, te megmaradtál. Jó? Szívesen. Említetted a CREST, két hete csináltam forgalmi vizsgát, másodszor, és az izgulásról szeretnék kérdezni, hogy én rettenetesen izgultam, és a leborulás az, meg az, hogy kérdezgettem magamtól, hogy mi az, amit védeni akarok, az, az, egy, az ez sokat segített. Mondjuk megbuktam a vizsgán, de <laughs> utána, a következőn már nem segített semmi, és még sokkal jobban izgultam. És hogy, hogy lehet még ezen dolgozni? Gyakorlatilag úgy, hogy kiveszed a vizsgatudatát. Tehát teljesen együtt ézzek, mert amikor az ember óriási tétet rak magára, akkor általában izgul, nincs jelen, úristen, mi van, ha? és akkor az anyomban neki megy a járda parkoláskor, és akkor mínusz pont. Nem úgy indul el, például kifelejti az indexet, és akkor megint mínusz pont, és akkor így hátulul a vizsgabészi így írta, pedig ott izzadsz a tükörben. És tudod, hogy ha ez így megy tovább, akkor egy újabb 50 óra, újabb sok tízezer forint, és megint vizsgázni kell. Tehát minden egyes pillanat vizsga, de ez a vizsga nem olyan, mint amikor reggel 8 12-ig téged abriktolnak. Tehát minden egyes pillanat a jelenlétedről, a tiszta tudatról szól, hogy te hogyan működsz az autóval, a többi autóssal. És úgy kell vezetni, hogy minden pillanatban vizsgázol. És amikor a formai szintű vizsga, a vizsgabiztossal, az oktatóval, meg a monitorral ott hárman ülnek az autóval, legalábbis az én időmben akkor hárman ültek, meg én és ott ültünk a Skoda 120 elben, a Népligetben, és én izzadtam. És annyira rossz oktatón volt, hogy borzalom, tehát így semmi módon nem tudtunk kapcsolódni, és ezért már nagyon hamar kialakítottam az önállóságomat a vezetés terén, magyarul apámtól tanultam megvezetni a ladán, sok száz kilométert vezettem bőven, úgyhogy még vizsga előtt. És azon múlt, tehát te légy szabad ebben, csináld meg azokat a köröket, amiket kell, és úgyhogy minden pillanat vizsga, a formai szintű vizsga már nem lesz az. És akkor tudsz így remegés nélkül tétet teljesíteni, szintet lépni. Tehát például gondold, de hogy hányan néznek szembe azzal, hogy ők most valamit nem tudnak, de meg kell oldani. Hát a minden nap, pont az ellenkezőjéről szól. Idejössz, Kóan interjúk hetente, havonta, rendszeresen, és szembenézel azzal, hogy a nem tudomból meg kell tudni oldani. A semmiből meg kell találni a választ. És előbb-utóbb hozzászoksz. Ezt hívjuk intuitív működésnek. És ez nem az az intuíció, amit az ilyen puha puhaborítós könyvekben olvasol, drága pénz. Hogy ja, hát az intuíció az ilyen, meg te olyan, meg ilyen szép, meg ilyen. Tudod, tehát. Ez a porhintés. Amikor megdolgozol érte, és mindennapi életed részévé válik, egy élhető valóságá, akkor nem gond. Pillanatok alatt megcsinálod azt, ami addig, éveken keresztül lehetetlen volt. Tehát Érdel azt, hogy vezetés közben ne kelljen külön gondolkodni róla, csak működsz helyesen. Nálam voltak az elmúlt, és már több mint 30 évben olyan helyzetek, hogy keresztül megyek rajta, senki nem sérül meg, még akadályozás sincs, nem hogy veszélyeztetés, zavarás, fel sem merült. A keresztben ez a három komoly fogalom van. Zavarás, akadályozás, veszélyeztetés. Egyiket sem szabad. Viszont olyan helyzeteken mentem én és más autósok kezdve, hogy nem tudtuk, hogy ez hogy oldódott meg baleset nélkül, és mégis megoldódott. Fel se fogtad, hogy mi van, mert nem volt idő reflektálni, és megoldottad. Na, az volt a nem tudónak a működése. És ha akkor egy pillanatra kijössz a flóból, akkor ilyen húty, tömeges koccanás, tömeges baleset, árokba borulás, egyebek. Hihetetlen. Na, ez az, amikor gondolkodás nélkül a pillanat teljességében, tisztán látva, hallva, stb. úgy működsz, ahogy kell, de nincs képalkotás róla kognitíven, nincs elgondolva az, hogy te most jól vezetsz, vagy rosszul, de teszed. Helyesen teszed, mert mindenki hazaér, karcolás nélkül. Úgyhogy ide a gyakorlatban el kell jutni, hogy mit számít, hogy ki ül melletted, és hogy mit ír. Te akkor is jól csinálod. Jó? És az a baj, hogy ez az élet minden területén így van, és olyan fárasztó, hogy állandóan valamiért aggódni kell, meg stresszelni. Amikor zenélsz, mennyit gondolsz a hangszeredre? Hát a hangszeremre nem annyira, mint, mint inkább arra, hogy ki, ki Az mit nagyon hall. jó. Ne is gondolja a hangszeredre, mert az akkor visszabeszél hozzá. Ne gondolkodjál rajta, hanem tartsd azt a vonót a hurokon, meg az ujjadat is úgy, ahogy kell. Tehát nem gondolkodunk a hangszerről, használjuk. És a zenén sem gondolkodunk. Még akkor is, hogyha ha te előtted van, csak felismered. Úristen, dédúr, eddig c molba játszott. Hát ez így nem jó. Hát nézzük meg, hol van ennek a kezdete. Hány feloldó jelünk van? Hon van a kulcs? Tehát amikor már világos, hogy mi van előtted, akkor megint csak nem gondolkodunk a zenéről. Az a baj, hogy egy közönségről gondolkodunk. Az a legrosszabb te. Igen. Tudod miért? Mert akkor elkezdenek fészkelődni. Tehát, hogyha gondolkodsz a közönségről, azt megérzi, mert lejössz a színpadról te ne gyere le a színpadról, a zene jöjjön le a színpadról. És akkor tényleg az történik, aminek történnie kell. Úgyhogy ne gondolkodj se a közönségről, se a zenéről, se a hangszerről, se magadról, se a karmesterről, néha nagyon szimpatikusak tudnak lenni, fölmennek arra a kis pulpitusra, megrázzák a frakkukat, és itt tak-tak-tak, és az első avizó előtt látod, hogy ilyen kicsi egyeduralkodót kaptál arra az estére, ő mindent jobban lát, tud és hall, és ebbe a tudatfolyamban, ha te nem lépsz be, akkor leválsz a zenekarra, és már egy 128 adót késtél. És a profiknál ennyi sem engedhető meg. Úgyhogy a karmesterről sem gondolkodunk. Miért? Mert a karmester valójában belül van. És a karmester belül, és a karmester kívül, hogyha kezet fog, akkor az nagyon jó. Tudom, első hegedést mindig szeretem. Komoly zenék, koncert, kijön a karmester, meghajol, és kezet fog valakivel, és a közönség nagy nem érti, hogy az első hegedűssel miért fogott kezet, valójában az egész zenekart köszöntötte. Tehát ezek ilyen nagyon régi középkori rituálék, amiket látsz koncerttermekben, a szó történeti értelmében, és nagyon érdekes az, hogy az egyén a csoporttal kapcsolódik, a zene és a közönség kapcsolódik, hogy mennyire számít az, hogy a zenekar milyen tudatállapotban van, nagyon-nagyon átjön. Úgyhogy további jó együttműködést kívánok színpadon és autóközlekedésben egyaránt. Köszönöm. Szívesen. Hogyan lehet, illetve kell viselkedni egy pszichopata emberrel, aki e, ténylegesen az édesapám. És e, olyan, e, olyan nehéz, hogy e, egyszerűen nem tudom, hogy hogyan, hogyan lehet viselkedni vele. Tehát Nézd, ez meg sokat... kell határoznod a szerepedet, bocsáss meg, mert a sztori az a végtelenségig mehetne, viszont meg kell határozni azt, hogy te, mint a fia, mit töltesz be az életében, és mit nem. Tehát az én édesanyám nyugodjon békében, az életének az utolsó két évét itt töltötte a kis faházban egyes súlyosbódó demenciával. És azért itt is megköszönném a szanga minden tagjának, aki segített neki, hogy ő jobban legyen. De én, mint a fia, nem tudtam az egészet magamra venni, és nem is lett volna a dolgom, hogy a teljes problémakört én egyedül vigyem. Lehetetlen lett volna, és valahol meghazudtolta volna az életműködését. Tehát nézd meg, hogy te, mint a fiú, mennyit segíthetsz, mi a te dolgod. Miért? Nem vagy orvos. És ma úgy érzem, hogy semmit. Tehát... A semmivel az a baj, hogy itt akkor rögtön minden leszel. Tehát határozd meg, hogy te ki vagy ebben a kapcsolatban, és mint ilyen, mi a dolgod. És azt teljesítsd, se többet, se kevesebbet. És ez sikerülhet, de ehhez nagyon komoly támogatásra van szükség, és ezt el kell tudni fogadni. A család, mint egy ilyen nagyon komoly sejt, mivel a sejtalkotók a családtagok, elképesztően tudja védeni magát a családi karma sejthártyáján keresztül és nem enged a családhoz közel segítőket, orvosokat, ápolókat, egyebeket, néha még rokonokat sem. És akkor a család elszigetelődik, és magára marad, mert azt mondják, hogy a külvilág az nem ért meg minket, az nem olyan, az rosszabb, mint mi vagyunk, ez csak a mi dolgunk, ezt csak mi tudjuk jól csinálni. És innentől kezdve be van betonozva az egész családi karma, és az elszigeteltségből következik az összes többi trauma hogy nem engedi a szűk családi kör, hogy a segítség bejusson. És ezért kell ezt kinyitni, mert különben elfogy az energiát, és nem csak az apádnak kell a te energiád, hanem a saját kisebb családodnak is. De az a hogy ezt az édesapám nem engedi egyébként, tehát hogy mi annyi Pontosan? mindent megtettünk, hogy, hogy de egyszerűen nincs már eszköz. Tehát, Van, csak ott van a kukában a villás kulcs, amivel ezt be lehetne húzni a család életébe. És innentől kezdve hatalmas munka az, hogy apa, segíteni szeretnénk, de azt mi ilyen kevesen nem tudjuk. Kérlek enged, hogy pont, 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 nincs. és amíg nem, addig az a segítség nincs meg. Tehát te ne lépjél az ápoló helyére, ne lépj az orvos helyére, ne lépj a saját anyád helyére, a nagyapád helyére, ezt tudjuk, hogy a családban mekkora torzulatokat tud okozni, mert a segítséget helyesen kell adni. Hogyha helyesen adsz vagy adatsz segítséget, akkor a jó szándék nem a pokolba kövezi ki az utat. Kemény játék. Tehát azért volt olyan, hogy profi volt a segítő, de anyám nem fogadta el, akkor kellett valakit találnom, akit elfogad. Az kezd. És nagyon fontos, hogy apa, én segíteni fogok, de nem én fogom most ezt és ezt megcsinálni. Én abban segítek, hogy megtalálom azt, aki meg tudja miért, mert én nem értek hozzá. Nekem nem ez a dolgom most. Más jobban tudja nálam ezt a legnehezebb átvinni. Az a baj, hogy ezeken túl vagyunk. Tehát ő, ő neki mindenki hülye. Tehát, mindenki. Igen, igen. De akkor, de Tehát, akkor nincs olyan orvos, maga. nincs olyan pszichiáter, nincs olyan pszichológus segítő senki. Tehát egyszerűen... Akkor meg kell kérdezni, és ez egy komoly beszélgetés, hogy apa, ha mindenki hülye, akkor te vagy a legokosabb? Ez is túl. És hogyha azt mondja, hogy igen, akkor én mit segítsek neked, hiszen te mindent jobban tudsz. Akkor old meg. És ha nem tudod megoldani, akkor ideje belátni, hogy valamit nem tudsz. Ezen is túl vagyunk. Még nem, mert különben nem tennéd fel a kérdést. Tehát valamilyen nem pont, Amikor tokó. ezt így megérti, akkor egy kicsit magához talál, ezt tart egy-két napig, és utána jön újra az egész. Igen. Ezt kell megállítani, hogy ennyi volt, a ezt már eljátszottad, újra nem játszod el. Meg kell látni, hogy ki a gazda és ki a vendég az adott kapcsolatban. Ha te cselekszel, ha te segítesz, ha te hozod a döntést, te vagy a gazda. Ha ő az, aki segítséget kap, aki a döntéstben részt vesz, de passzívabb, ő a vendég. És meg lehet mondani neki, hogy apa 30 évvel ezelőtt ehhez jogod volt, most már nincs. Nem tudod megcsinálni. Akkor ne akarj jobban tudni. És ezek. Végeérhetetlennek tűnnek, de amikor azt mondta, hogy ennyi volt, most már döntöttem, és ez lesz. Ez nagyon kemény meccs. De az idő neked dolgozik. Ő közelebb van az átmenethez, mint te. Ő már 30-35-40 évvel előrébb jár, mint te. És ezért néha meg kell kérdezni, hogy apa, azt a hátralévő időt, ami így adatott közösen nekünk a Földön, te ezt így szeretnéd eltölteni? Vagy esetleg másképp? Úgyhogy van még azért a tárban egy csomó minden csak fel kell fedezni. Jó? Egyéb kérdés? A rémálmoktól rettegő kisgyerekre utalnék vissza. Ö, nekem erről jutott eszembe, illetve hát itt van tulajdonképpen, mert hogy egy friss történet, ö, kedves ismerősömet februárban elütötte autósúlyos balesett, tehát követően. agyműtétje volt majd két hónap nyikóma után magához tért. és most úgy kezd működgetni. de ugyanez a jelenség hogy valami ott műtét közben amikor ő kiszállt és visszajött nyitva maradhatott mert éjszakáról éjszakára jönnek a valamilyen lények, akik őt kínozzák, és úgy rettek, hogy megnyugtathatatlan. És a felesége kérdezte tőlem, hogy ez mi, és vajon mit lehet ezzel kezdeni. Ugyanez volt a tippem, hogy amit ő lát, kb. ugyanannyira valóságos, mint amiket mi látunk. De hogy gőzöm nincs, hogy felnőttnél lesz, hogy... Nulladik mondat erre az, hogy látatlanban ezt így innen nem lehet alaposan és valósághűen megválaszolni. Felvállalva a tévedés lehetőségét, azt mondom, meg kell vizsgálni, hogy ez a szövetsérülés ez tényleg kinyitotta -e valamit, vagy lerombolt valamit. Tehát egy érzékelésnek a torzított változata van, mint amikor a gitárnál egy effektben marad, és már akusztikusra soha nem megy vissza, mert mindig a kemény rockot hallod. Nem tudod kihúzni a falból. És ha ez áll fönt, akkor valahol vissza kéne mennie abba az állapotba tudatilag, amikor még ez nem volt. Tehát az elme az egy hatalmas időgép. Tehát fel kell idéznie a szövetsérülés előtti elme állapotot, és hogyha az elég erős, akkor esetleg létrejöhet egy úgynevezett kognitív bypass, tehát megkerüli azt a traumatikus rutint, amit a szövetsérülést okozott. Tehát amikor hatalmas sérülések vannak, és az agy egy része tartósan károsodik, akkor történik ez az újrahúzalozás. Tehát megtanul újra járni, megtanul újra fogni, megtanul újra beszélni. Ezt meg lehet tenni az érzékeléssel, és azt mondom, hogy ebbe a régióban nem vezettem be az elmét, hanem megkerülöm, és egy korábbi képet, ami a múltban az épség volt, beteszek a jövőbe, és ide futtatom ki a szándékot, az akaratnak óriási jelentősége van. Hát ezt meg lehet csinálni, azért mondom itt most, hogy elméletben, mert nem ismerem az illető állapotát. A másik lehetőség, hogy tényleg kinyitott valamit, és nem lerombolt valamit. Ha pedig így van, akkor viszont meg kell ismerkedni a tannal. Meg kell ismerkedni valami valami ezt a transzcendens valóságot, először elmagyarázza, aztán élhetővé teszi, aztán kezelhetővé teszi, mert megvannak erre a tanítások, csak hát lehet, hogy ő még ezt eddig nem hallotta, nem tapasztalta, és ezért teljesen idegen terület. És az elmúlt, azt hiszem, egy évtizedben nagyon sok olyan történt, hogy ugye műtéteknek a folyamatát a beteg leírta később, hogy mi történt. De nagyon ritka volt az, amikor egy Agysebész, egy specialista kapott agyvérzést, és utána könyvet írt arról, hogy valójában mi történt benne, egy hölgyről van szó. Amikor pont az a vérög elzárt mindent, és fél órán keresztül tartotta, míg kinyitotta a naplóját, ahol a címjegyzéke volt. És tudta, hogy fel kell hívnia valakit, és ő két óra alatt milyen intervallumot képzel sikerült egy telefonhívást lebonyolítani, és mindezt belül valami érzékelte. És ez a valami, ami érzékelte, ugyan nem tudott változtatni a periféria működésén, de ez volt a kulcs, hogy amikor épült föl hónapok alatt, ez az újrahúzalózás meg tudott valósulni. Tehát most itt kicsit közhelyesen hangzik erről a helyről, de ezt az embert, akiről beszélsz, látni kell megtanítani hogy lássa azt, ami vele történik. És hogyha látja, akkor ebből a látóból lehet új ösvényeket találni, hogy a lel lelkének az egysége relatíve helyre álljon. És aztán, hogyha a teste és az energia a rendszere bírja, akkor olyan gyakorlatokat elvégezni, ahol a test többi része segíti a sérült részt. A test általános energiállapota ezt a specifikus energiállapotot gyógyítja. Ahol valami nagyobb egészben, ez a kicsi, de fájó valami, ami néha az egész világát beborítja, fel tud oldódni. Tehát ezeket mind lehet, csak hogy konkrétan mire van szükség, azt itt és most nem tudom elmondani. Jó? Igen. Köszönöm. Szívesen. Mi a helyzet akkor, hogyha az ember úgy érzi, hogy évek során már ugye mindent próbált, ö, olyan fájdalmai vannak, hogy ugye ez a mindennapokat, ugye gátolja, ö, fekszik mondjuk négy napot, ilyen teljes tudattalan állapotban, és utána egy kicsit jobban van. Akkor csinál leborulást, meditál, és akkor ilyen ilyen szerűen mindig újra kezdődik, ö, vagy valamit rosszul csinál, vagy, vagy esetleg nem eleget. Nincs erre valamilyen, ö, esetleg ilyen aduászot, hogy van. mit lehet még ezen A görög csinálni. mitoszokban kell menetéket venni ma ilyen. Psziché és Pátosz esténk van, nem beszélve a különböző egyéb tudatállapotokról. Sziszüfosz mitoszát hozzuk ilyenkor ide. Valójában Sziszüfosz egy boldog ember, mert van szikla, van hegy, és csak néha traumatizálódik az, hogy visszagurul. Tehát nem folyamatosan gurul vissza a szikla, ez a depresszió, hanem vannak olyan időpillanatok, amikor ő úgy érzi, hogy ő egy hasznos tagja a társadalomnak, és teljesen önazonos, mert viszi a sziklát fölfelé a hegyre. És én a mítoszt egy picit módosítanám, hogy nem a csúcs előtt gurul vissza mindig, hanem felér a csúcsra, de nem tud ott maradni. Tehát rájön, hogy akármit ér el azzal a sziklával, mert felvitte a hegy csúcsára, az ott nem marad meg. És mindig visszagurul. És akkor Sziszűfosz rájön, hogy Hát ezt a traumát nem így kéne átélni. Én leviszem. Nem kell annak a sziklának visszagudulni. Én belátom, hogy az nem maradhatott fönn a hegycsúcson, én fölfelé is hoztam, és az nagyon jó volt, le is fogom vinni. Miért? Hogy megmutassam a többinek, hogy igen, ez fönn volt a hegycsúcson. Talán ha megígérem magamnak, hogy le is viszem, akkor nem gurul vissza előtte. Tehát nem fogom szabotálni magamat, és nem fogok a sikertől megijedni, nem fogok a beteljesüléstől megijedni, nem fogok az egészségemtől megijedni, mert jóval többen figyeltek rám, amikor beteg voltam. És akkor folyamatosan hasznos tagja vagy a társadalomnak, a családodnak, és sokkal jobb az érzés, hogy akármi van, te aktív és kreatív szerepet válasz, ha fölviszed a sziklát, erőfeszítés, akkor úgy. Ha le kell mondani valamiről, és másnak fölajánlani, leviszem a sziklát, akkor úgy. Tehát mindig van út, ameddig testben és életben vagyunk. A legelképesztőbb helyzetekben, sőt, ott szoktuk megtalálni. Amikor azt hiszed, hogy tényleg meghalsz, na akkor kell széletre. Még mindig van tovább. Tehát az ember az a föld lekiírthatatlan parazitája. Tehát olyan életöztönünk van, hogy az valami hihetetlen. Döbbenetes. És ez ott van, és ezt lehet finom hangolni. Ebbe bele kell nyúlni, mint energiaforrás, és nem azt mondani, hogy hát, hát a kis ösztönvilág, Zsigmond megmondta, hogy ezzel csak baj van. Életösztöntől kezdve a halálösztönig minden ösztönnel baj van. És aztán jött Károly, a Gusztáv, és azt mondta Zsigmondnak, na na, hát azért vigyázzunk, hát itt van az energiaforrásunk és akkor nem csak feketében, fehérben láttuk a világot előbb-utóbb, hanem így ilyen kis archetipikus színárnyalatokban. Sokkal jobb volt az. Magyarul ne csak betegségben, egészségben gondolkodj, hanem abban, hogy most épp hogy járom az utat. Hát Sung mesternek egy fantasztikus tanítása volt a 80-es években, hát akkor a szíve a cukorbetegség miatt, meg az egyéb átélt viszontagságok miatt elkezdett aritmiában szenvedni, és megy kórházba, orvos megkérdi, mi hallottuk, hogy maga az emmester. Nincs valami szuper módszer arra, hogy meggyógyítsa a saját szívét? Hát azért csak tud valamit. Szondja, szóval, hát igen, ha fölmennék a hegyre száz napra, meg tudnám gyógyítani a saját szívemet. De akkor miért nem teszi? Azért, mert nem lenne helyes tanítás. És több mint húsz évvel utána, amikor a kórházban ápoltuk, magam is, akkor bemutatta azt, hogy a nirvánája előtt másfél évvel egy nagyon megviselt fizikai állapotban a tudata hibátlanul működött. Tehát az a tükörszerű, térszerű önvaló, ami benne egy százszázalékosan világossá vált, az akkor, amikor az éjszaka kihalvatlanságában fél adag gyógyszerrel, félig mozgásképtelenül úgy tükrözött le téged nanoszekundumnyi késedelem nélkül, hogy az valami hihetetlen volt. De mégis ott volt, és mégis láttad, akkor tudtad, hogy jó, valójában kicsoda. Erről beszélek. Hogy egészségben, betegségben, fiatalon, öregen, testben, testen kívül ez nem változik. Ebben bízhatsz. És ez az egyetlen menedék. És ezért mondja az öreg: Ha a pillanat tiszta, minden tiszta. És ezt bármilyen állapotban tudni kell hoznunk. És innen indul az, ami az egészség vagy a kiegészülés. Jó? Köszönöm. És Szívesen. akkor egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akkor gyógyszert, migrénről van egyébként szó, meg ilyen nagyon erős fejfájásokról. Tehát ilyen azokat figyelj, tüneti kezelés kell, az, az nagymester is kapott van. altatót, amikor nem tudott aludni. De ezek nagyon erősek. Akkor vegy egy gyengébbet. Oké, okay. köszönöm. Orvossal kell beszélni, hogy tudod, Mark Twain, elmegyek az orvoshoz, mert az orvosnak is élni kell valamiből. Elmegyek a gyógyszertárba és kiváltom a gyógyszert, mert a gyógyszerésznek is élni kell valamiből. Aztán beöntöm a csatornába, mert valahogy nekem is életben kell maradnom. Köszönöm. Szívesen. Én a bevezető szeretnék csatlakozni, mert hasonló helyzetben vagyok már egy ideje. Régen mindig tudtam, hogy mit szeretnék, ki vagyok, mit akarok. Aztán jött az élet, akkor szép önképek így összetörtek, és hát van ez a nem tudom, hogy ki vagyok, és hogy ez frusztrált egy darabig, hogy de én tudni akarom, de most már így kezdem elengedni, hogy muszáj ezt tudnunk, tehát, hogy nem lehet meghagyni ezt az állapotot, hogy nem, nem zengyakorló vagyok, vagy nem közgazdász vagyok, hanem egy lény, aki itt van, és... Akkor még mindig tudsz valamit. Akkor egy másik kérdés. Nem, nem hagyom. Nem hagyom. Nem hagyom. A nem tudom a legnagyobb áldás, mert abból minden önképet legyárthatsz, ha akarsz, és oda minden önkép visszatér, ha akarod. És én javaslom, hogy ilyen nagyon világos tudattal, nagyon együttérző lélekkel, nem dualisztikus bölcsességgel, de önkép nélkül. És az nagyon jó, mert megmaradsz abban a pillanatban, ami nem definiálható, abban a nem énben, ami nem tudható. És innentől kezdve szabad vagy úgy, hogy az összes kötelességedet teljesíted, amit vállaltál. Tehát a nem tudom, az nem azt jelent egy információhiány, hanem a téves nézetektől való mentesség. És ez ott kezdődik, hogy ne alkos hamis képet a te önvalód előtt. Oké? Okay? És ha ez megvan, akkor szabad vagy? Tehát igen, a közgazdász az a foglalkozásod. Ebben a testben megszülettél, tehát te nő vagy. Fantasztikus, ez a nemed. És Szubong zemmester, Szungszán zemmesternek a fő tanítványa, sajnos már ő sincs velünk, egyszer egy kirándulást tett a tanítványokkal együtt a New Yorki vidéken, ott nagyon sok ilyen folyó meg öböl van, és egy hajó úton, ott volt egy forgatócsoport. És megkérdeztek úgy mindenkit, ott kamera, meg orrod a mikrofon, hogy szerintem mi a legvisszataszítóbb dolog a világon. És hát az emberek mondtak ezt is, azt is, amikor Szubong Szunyimhoz szerzetesi ruha, minden, 0-24-ben, megkérdezte a riporter, hogy Na, hát akkor hat kérdezzem meg. Maga szerint mi a legvisszataszítóbb dolog a világon? Megkérdezi Szubonkszonyi ma riportert. Ki vagy? A riporter így megáll, mintha láthatatlan ústorra egy orba vágták volna. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de hogyha megenged, én arról kérdezném, hogy mi a legvisszataszítóbb dolog a világon ön szerint. Ki vagy? És a. A riporter egy kicsikét már hátrált visszafele, és akkor azt mondja, hogy hát én egy riporter vagyok, ennek is ennek az állomásnak dolgozom. Azt mondja, nem, ez a foglalkozásod. Ki vagy? Hát én egy családapa vagyok. Nem, ez a társadalmi szereped. Ki vagy? És így ez megy, megy, megy több kérdésen át, és egyre jobban hátrál a riporter, És a végén kimondja azt, hogy nem tudom. És akkor szubonkszonyom. Nem tudod ki vagy? Na ez a legvisszataszítóbb dolog a világon. <laughs> Tehát, ha ezt a nem tudomot tapasztalod, ez a legvonzóbb dolog a világon, mert akkor mindenféle téves nézettől mentes vagy. És ez a nem tudom, ez a kincs. Ezt értsük meg, ez nem információhiány, hanem a téves nézetektől, elsősorban a magadról alkotott illúzióktól való mentesség. És ha ez megvan, akkor érdekes módon a foglalkozásodat, a társadalmi szerepedet, a viszonyokban felvállalt, énségedet sokkal jobban tudod élni, mert egyik sem abszolút, mindegyik teremtett, mindegyik megformált, egy ideig betölti a feladatát, aztán visszamegy. Oda, ahonnan vétetett, abba az állapotba, ahol az alfa és az omega találkozik. Jó? Úgyhogy nagyon jó helyre jöttél, hogyha ilyeneket tapasztalsz, és ha ilyen helyre jössz, akkor előbb-utóbb ezt fogod tapasztalni. Oda és vissza. Úgyhogy ez a nem tudom, ez az áldás. Ebből az ürességből lesz a teljesség és akiben nagyon nagy teljesség van, mert úgy jött ide, hogy ő minden tud, és a legsikeresebb, és a legjobb, és a legokosabb, és a leg, 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 az meg úgy kiürülte, hogy nagyon, és rájön, hogy mindez nem ő. Mindez nem ő. Ez valami, ami benne létrejött, egy ideig marad, aztán elmegy. És ha azonosulok vele, szenvedek és szenvedtetek, ha meg nem, akkor meg esetleg nem csak boldog is tudok lenni, hanem másokat is segíthetek boldognak lenni ez idáig el tud menni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én a gyakorlatról szeretnék kérdezni. Azt gondoltam, hogy minél többet gyakorlunk, ugye annál jobban fog menni. Hát itt rövid úton bebizonyosodott, hogy nem. És ez nem illúzió, hanem én ezt éreztem. Vagy ez is illúzió? Egy ide, igaz? De nagyon jól érezted azt, hogy amit te elgondoltál, hogy majd jobban fog menni, az pont abba a falba ütközik bele, ami egyébként akarnád. És ez nagyon felnőtté tesz. Mert vissza kell hátrálni, és megkeresni rajta a kaput. És hogyha megtalálod, akkor azon át tudsz menni. Ez az a létállapot, vagy tudatállapot, amiről eddig nem gondoltad, hogy lehetséges. De mit szoktunk nagyon gyakran, főleg a makacs magyarja, azt szokta, hogy hátrál egy picit, kinézi ugyanazt a pontot, amiben beleütközött, és kétszerezett erővel feljebb belemegy, hogy majd én. És ekkor még jobban frusztrálódik, összetörik a homloka, vérzik a bőre, és azt mondja, hogy nem értem. Nem értem, miért jön a világ. Nem értem. Úgyhogy tessék nyugodtan a nem gondolkodás kulcsával az én ajtaját kinyitni, és nem frusztrálni magadat azért, mert beleütköztél a falba, mert már addig is ott volt, csak eddig nem találtad meg. Úgyhogy minden rendben van. Nagyon helyesen működsz. Ez így jó. Szívesen. Hogyha nem itt tanítanál és nem ezt, akkor hol tanítanál és mit? Hogyha nem itt tanítanék és nem ezt, akkor itt tanítanék és ezt. Megköszönöm, hogy ma itt vagytok, és hogy ezt a hétvégét együtt töltjük a zenégisze alatt, hogy mindenki járja az útját azzal az együttműködő csendes és világos jelenléttel, ami ezt a szangát kezdettől fogva jellemezte. És úgy érzem, hogy érünk, mint gyakorlók. Ez a közös gyakorlás éretté tesz az úton. Erre van szükség. Ekkor érhetünk el egy felébredettebb állapotot, amely tényleg kivagyiságtól mentes. Ekkor tudjuk a karmánkat meghaladni, és nem beleütközni újra meg újra. Ekkor megszűnünk sziszifuszi dolgokat tenni, és olyan ciklusokat nyitni, amelyeknek belátható időn belül nincs vége. Ekkor dönteni, ezt így most nem. Arra megyek, nem erre. És én azt gondolom, hogy az eddigiek azt mutatták, hogy ezt így folytatjuk, akkor érdemben tudunk segíteni másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk.